Szobrászhallgatókat fogad a Komlói Lakics Kft. Hétfőn nyílt meg a kéthetes alkotótábor az üzemben, immár második alkalommal. Az itt készült munkák a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara közreműködésével kerülnek majd a nagy közönség elé. Tavalyi alkalommal is a workshop lezárását követően azok az alkotások, amik elkészültek, ezek a Design Pécs őszi rendezvény sorozatán kiállításra kerültek. Azt reméljük, hogy ez az idei alkalommal is megtörténhet. És egyben nem titkolt szándékunk az is, hogy egyfajta kollekciót építsünk. A cégnél gyűjtik majd az alkotótáborban készült munkákat, de akár a Komlói utcákra is kikerülhetnek ezek az alkotások. A fémipar jelenleg húzóágazat Komlón, mondja a város polgármestere. Én arra biztatom a művész tanulókat, a művész hallgatókat, hogy gondolkodjunk közösen azon, hogy hogyan tudnánk ő általuk Komló városában egy olyan alkotást elhelyezni, ami a fémhez kötődik, és az ő szakmájukat, az ő művészetüket fogja népszerűsíteni. Ezek a felvételek még tavaly készültek, jelenleg 6 hallgató kezdi meg a munkát a cég gyártócsarnokában. Munkájukat 2 tanár segíti, illetve csatlakozott az alkotókhoz egy chilei szobrász is, aki a Pécsi Egyetem vendége ebben a fél évben.